Február 6-án az elmúlt évek egyik legnagyobb természeti katasztrófája, 7,8-as erősségű földrengés sújtotta Törökországot és Szíriát, amit aztán utórengések is követtek. A halálos áldozatok száma már a 41 ezret is meghaladta. Visnyei Adorján Zsolt, szekszárdi címzetes tűzoltó főtörzsőrmester február 6-a és 12-e között a Hunor mentőszervezet tagjaként végzett a nap 24 órájában a megfeszített kutatómentő munkát a közel 380 ezer lélekszámú Antakya városban. Van egy felderítő csapat, amelyik kiment a helyszínre, ugye leosztották szektorokra az épületet, amelyiket mi kaptunk, és akkor a kutyás felderítés alapján akkor ugye elmondták a felderítésnél, hogy mit hozunk, milyen szerszámokat, milyen felszereléseket, és akkor utána elkezdődött a beavatkozás teljes mértékben akkor ugye kézi munkával, ugye különböző feszítővágó eszközökkel, orrfűrész, flex, ronkutató kamera, száloptikás kamera, hangdetektor. Az 50 tagú szervezet 17 túlélőt, köztük 3 gyermeket mentett meg, és 29 holttestet emelt ki a romok alól. A Tolna vármegyei tűzoltó a törökországi földrengés áldozatainak mentésében végzett önzetlen és önfeláldozó munkájáért országgyűlési képviselői elismerésben részesült. Hálával tartozunk önnek, hogy hazánkat és Szekszárd városát méltón képviselve részt vett a katasztrófa okozta károk enyhítésében, embertársaink megmentésében. A lánglovag egyébként 2014-től tagja a Hunor mentőszervezetnek, hozzátette, nagy megtiszteltetés számára az elismerés. Igazándiból ez a csapatnak a teljesítménye egyéniben, mert ezt egyénileg nem lehet csinálni, csak csapatban. És köszönöm a csapatnak, hogy benne lehetek. Visnyei Adorján Zsolt 24 éve tűzoltó a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság állományába, különleges szerkezelő beosztásba 2022. szeptember 1-én került.